Üdvözlök mindenkit! Nekrokrém vagyok! Jöjjön egy kis Warframe, jöjjön a nagy kérdés, aféle elmélkedés, amíg várunk arra, hogy valami történjen a warframe ra a content terén, és erről is szeretnék beszélni veletek egy kicsit. Szerintetek, és ezt írjátok le a komment szekcióba, szerintetek ártott-e a Warframe-nek a népszerűség? Az egyik előző videómban ö, beszéltem arról, illetve megemlítettem a téma kapcsán azt, hogy a Warframe, ma, a mai Warframe sokkal jobb, ö, mint a régi Warframe, és ö, mire gondolok itt, tehát tartalom és a játék, mint ahogy ki van bontakozva, mind ezek terén ö, sokkal jobb a játék, és hatalmasat fejlődött. Azt figyelembe kell venni, hogy hogy ez a játék öreg, tehát most már vagy 6 éves, és egy 6 éves játék még mindig a top 10-es listában tud lenni uh, Steam-en a legjátszottabb játékok között. Szóval ez azért nem magáért beszél eredmény. Mindazok, akik most rába kezdik a Warframe-et, garantáltan lesz 3000 óra szórakozásuk benne, ezt mondhatom én is. Vagy talán mégsem. Talán olyan irányba változott a Warframe, hogy talán mégsem lesz már 3000 óra szórakozás, de egy jó ezer óra szórakozást minden bizonyal uh, fogsz kapni. Három ezer akkor lenne, ha még meg lenne az endgame, de most nem arról beszélünk, hanem arról, hogy tényleg hatott e ártott-e uh, a Warframe-nek a, a népszerűség. Szóval egy kicsit vegyük fizelembe a régi warframe-et és a, a, a mostani warframe-et, és uh, hasonlítsuk össze, hogy milyen, milyen mennyiségű és milyen fajta kontent jött be régen, és milyen fajta kontent jön be most, és uh, miért látjuk úgy uh, legtöbben, főleg a, a, a partnerek, a nagyobb youtube és jó magam is, ennyi játék után, miért látom azt, vagy miért láthatom azt, hogy a Warframe, a mai Warframe valahogy kevesebb, mint a régi Warframe, pedig valójában megesett, hogy ez egyáltalán nincs így, sőt, a mai Warframe elméletek több, sokkal több, mint ami régen volt. Mert miért? Régen, amikor ugye kijött a játék, és egy kicsit stabilizálódott, azután beszélünk, mert egyértelműen régen kevés pálya volt, kevés Warframe volt, és a többi. De miután egy kicsit stabilizálódott jobban, mondjuk úgy Chroma után, 15. update volt a Chroma, ha jól emlékszem. A Chroma után, esetleg, amikor úgy jobban szövő, és úgy jobban kialakultak a játékfajták már, a megszokott játékfajták megvoltak, megvolt meg volt minden, úgy kerek volt. Milyen tartalom jött ki, akkoriban a warframe -hez? Prime és Prime Access pak, új fegyverek és új warframe nagyjából három havonta. Uh, és ennyi, nem, nem volt új játékmód, nem volt uh, Cetus, nem volt Fortuna terv, nem volt, voltak a rédek, az, az számított egy endgame-nek, ami nem, nem volt rossz, és erről semmi hír nincs, hogy vissza akarnák hozni, pedig nem volt rossz, kár volt, hogy kivették. Csak tény, ami tény a rédekkel kapcsolatban, hogy nagyon kevés játékos Jutott el odáig, hogy játszon azzal a játékkal. Azt hiszem, maga a Warframe, a Digital Extreme is valahol rá eszmélt arra, hogy, hogy, a Warframe az sok szóló játékossal bír, és nem mindenki talál magának egy csoportot, a, aki, aki megy. És most is például, ha az ember kezdőként egy dolonra akar menni, egy dolont akar ölni, olyan feltételei vannak, hogy bekerülj egy csoportba, hogy nem tudom hány egy dolont öljél meg. Hogy a picsába ölje meg nem tudom hány egy dolont, hogyha még csak most akarsz menni megtanulni. Szóval az emberek egy kicsit... Na mindegy. Szóval térjünk rá a lényegre. Szóval ennyi, ennyi, ennyi volt Uh, régen a tartalom, se több, se kevesebb, aztán élvezted uh, azt az endgame-et, amit tudod nyújtani a raid, illetve a, a tower kulcsok által nyújtotta a uh, survival defense, végtelen defense, végtelen survival, orokinderelik defense, ezeket mind élvezted élve azért a bizonyos uh, prime cuccokért, és abból csináltad a platot. E, ami, ami hogy őszinte legyen, hogy ugye régen nem voltak uh, rivenek, a, a prime cuccok és a vault modok voltak azok, amelyek uh, igazából tudták hozni a legtöbb platot, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kézenfekvő volt, hogyha te erős voltál, és el tudtál menni órákig egy survivor így defense uh, vagy sok tower kulcsok volt, uh, ahol az értékes alkatrészeket dobta uh, a játék, akkor akkor ugye azokat farmoltad, így aztán a magasabb mastery rangúak, vagyis nem magasabb mastery rangúak, a jobban modoló játékosok, akik tovább bírták minden játékmódba, azok ugye nagyobb esélye szereztek platot, mivel hogyha elmentél egy, egy óra a c rotation ki neked a kíván cuccodat. És ez volt a játék tartalom. Oké? Okay. Prime, Prime, Access Pack, új Warframe, új fegyverek, és az a, az a meglévő kis endgame. Ami, 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 amit elvettek egy adó. De ez volt a tartalom, és srácok, én nem untam. Tehát ne, valamiért nem untam, nem tudom. Tehát akkor már bőven 2000 óra környékénről erről beszélek, hogy jártam a játékba, talán akkor ak körül vehették ki már ezt a Tower kulcsos rendszert, és nem, nem untam, és a Warframe trading, a kereskedés, kereskedés eh, aféle virágzásban volt ezen a téren. Természetesen a Digital Extreme akkor is, már akkor is próbált balanszolni, és a túlértékes dolgokat kiölni a piacról, mint például anno volt az Ember Prime um, set, ami elég-elég értékes volt egy idő után, a Frost Prime, vagy a Reno, mindegyik. És mindig a Digital Extreme próbált valami Uh, ellenintézkedés hozni, és legtöbbször sikerrel. A legutóbbi ugye, nagy ilyen sikerük a kereskedelem ellen az, az a Riven modok uh, volt, ami azért teljesen felforgatta a kereskedelmet. Na de ehhez képest, ehhez a tartalomhoz képest, mi van most a Wolfram? mit kaptunk azóta, és mit terveznek? azóta kaptunk új játékmódokat, mint például a Deflection. Kaptunk Cetust, kaptunk Fortunát, kaptunk Eidolon ölést, kaptunk nagy Pók ölést, szemtől mennyiségű Warframe-et, Prime Access pakkok, és ez mind jön egy meghatározható ható időn belül. A nagyobb pecsek, amire mostában átálltak, az nagyjából lassan ugye egy, egy éve, évenként jönnek, viszont Uh, ugye még mindig tartják azt a három havonta egy fegyver, három havonta egy Wolfram <coughs> című történetet. Szóval azt, amióta elindult a játék, azóta tartják. Szóval ha bele, ha bele gondolunk, a tartalom, amit most kaptunk, az sokkal, de sokkal több, amit valaha kaptunk egy pár éve, három évvel ezelőtt mondjuk. Szóval, és erre, erre hajtanak, azt veszem észre de mégis a partnerek, a nagyobb youtuberek sírnak, hogy nincs, kon én is sírok. <laughs> nem érzem úgy, hogy lenne content. Valószínűleg azért, mert nem érzem úgy, hogy lenne engem. De miért érezzük úgy, ugye, hogy, hogy miért mondom azt, hogy a népszerűség az, ami ártotta a Warframe-nek. Hogy, hogy, az hozta magával ezt a gondot, hogy jaj, unalmas a játék, nincs content. És amikor először elkezdtek felfigyelni rá a nagy videósok, akik nem forfémeznek, mint például Skilap, és Kiláp megcsinálta a reviewját a Warframe, amit több millióan néztek meg, úgy gondolom, hogy a warframe nek az volt az a pillanat, ahol befelegzett. Mert rengeteg játékos találta meg a Warframe-et, és a Digital Extreme magához ezt kilapot, és sorozatokban csináltak interjút. A No egy másik videós, érdemes regnézni, Digital Extreme történel, történetéről csinált videót, és természetesen ott voltak a nagyobb YouTube-osok, a Warframe YouTube-osok, de akkoriban, csak egy emelkedett ki közöttük feliratkozó számba, és az magamú volt. Mindenki más, Nupsotek nem létezett. Taktika Potato éppen 50 ezer feliratkozónál állt. Quite Shy éppen 10 ezer feliratkozónál állt. Uh, Gay Guy Plays az, az is ilyen 20-30 ezer feliratkozónál állt. DK Diamantes az is ilyen 20-30 feliratkozónál állt. Ezernél beszélünk. És, és tehát értitek a különbséget, és egyedül magam, amivel ő volt az első, konkrétan neki volt akkoriban 2000 fölött közül, a legnépszerűbb Warframe Youtube-os volt akkoriban, én is elsőnek az ő videóit találtam meg, amikor elkezdtem Warframe-ezni. Szóval ettől a hirtelen megnövekedett népszerűségtől a többi Youtuber is megnövekedett népszerűségnek örvendhetett. Ez mit jelent, hogyha a YouTube-on megnövekszik a népszerűséged, vagy egy adott videó tartalomra hatalmas az igény, akkor igen-igen lekötöd magad, és hozzákötöd magad ez a tartalomhoz. Mondhatom ezt, mivel, ezt elmondhatom én is, mivel, hogy nagyon-nagyon nehezen sikerült váltanom játékok között. Call of Duty-val kezdtem, ami népszerű volt, ami népszerűséget adott a csatornámnak. Utána ugye letettem viszonylag a Call of Duty-átértem re és az, on, az olyan volt, mintha új feliratkozókat kellene csinálnom. Volt, nem tudom mennyi, feliratkozóm akkor 5000, és kezdtem nulláról, és onnan épült fel tovább. Aztán letettem ugye a battlefield és elkezdtem warframe és kiderült, hogy az titeket nagyon érdekel, és, és, támogattatok ebben, hogy warframe -ezek. És ez megint olyan volt, mintha új feliratkozókat kellett volna toborozzak, illetve, tehát konkrétan így is történt, mert aki kodozott, az nem warframe és aki warframe az nem kodozott. Szóval a két játékban volt némi, ugye, ellentét. És, és ezáltal, hogy úgy ugye, ö, a Warframe nagyobb népszerűségre tett szert, a kisebb videósok is nagyobb népszerűségre tettek szert. Ez azt jelenti, hogy nekik nagyobb bevétel jön be YouTube-ból, tehát több megélhetést, jobb megélhetést tudnak csinálni, és egyes YouTube-osoknak ez teljes mértékű állás lett, mint például ugye taktika a potétónak is, magamunak is, és a többi. Tehát teljes mértékben ez egy állás lett. Na most a youtube azás, ugye? Na most ahhoz, hogy pénzt tudj keresni a YouTube-bal, tartalmat kell gyártani, amit az emberek, amit az embereknek érdekelniük kell, az embereket, ugye? És az embereket érdekli, a videód elterjed, többen nézik meg, nagyobb bevételhez jutsz. Viszont, hogyha a Warframe-et nem update gyakran, és nem nyomnak bele új kontentet, a Youtube-osnak nincs miről csinálni kontentet. És ezáltal, ugye elesik a néző bázistól, ezáltal a játékosok, az a casual bázis, amit nyertek, a Warframe népszerűségét illetően az elhagyja a csatornát és más játékokhoz megy. Nem tudják fenntartani a Warframe népszerűségét a Youtube-osok, sőt, a Digital Extreme sem. Azért, mert megnövekedett a játékosbázis, és a Warframe ilyen pillanatban nagyon igyekszik megfogni azt a casual hirtelen megnövekedett 26 millió lúzert, uh, user-t, uh, hirtelen megpróbálja megtartani és bentartani a játékban. De a Warframe egy komplex játék, és ö, tízből egy vagy két játékos fogd meg, ö, hogy itt maradjon több ezer óráig játszani. De most ezt a Warframe nőni éjekszik. kár ebből a szempontból én úgy érzem, mivel, hogy ezek a játékosok nem fognak húzamos ideig itt maradni, és húzamos ideig pénzt költeni, csak egyszer-egyszer, egy-két egyszer egy alkalomra és visszatérnek, hogyha új alkalom jön, hamarosan ugye, hát egyszer csak napvilágot lát a Railjack, és biztos vagyok benne, hogy a mostani tenókon elképesztő ö, dolgokat fogunk látni. Tehát várjátok ki a végét. Tehát elképesztő dolgokat fogunk látni a mostani tenókonon, hogy hova akar fejlődni a Warframe, és, és, és ha valójában mögé nézem mindennek a konspiráció elméletnek, amit itt mondtam, elképesztően sok tartalom jött a Warframe-be, de a, a, a probléma, hogy nem fogják meg a játékosokat azzal, hogy mit csináljanak, ha kimaxolták az inaroszukat. Azt az erős inaros nincs ahol letesztelni, nincs ahol ahol ki élvezni az igazi erejét. És ez itt, ez itt egy ellentét. Sok a tartalom lenne, miről videózni, de még sincs elég tartalom, hogy érdeklődést bírjon, fenntartani, a videósok érdeklődést bírják fenntartani. A videósok elesnek bevételi keresettől, valódi pénztől, nem attól, hogy a Digital Extreme néha ad nekik néhány platot, vagy ad nekünk, bocsánat, mert én is partner vagyok, ad nekünk néhány platot, meg új warframe meg anyám kényel nem. Valódi megélhetéstől esik el az a nagyobb videós, és és ez problémát jelent, és hát emiatt most elég nagy a nyomás a Digital Extreme a partnerek felé. Sőt, most egy olyat is kitaláltak a nagyobb videósok, hogy a kisebb youtube-osoktól vegyék el a partnerséget, mert hogy nekik nincs elég nagy nézettségük uh, Wood? Mi van? Igen, tehát ez, ez, ez így felmerült, hogy, hogy, a, hogy a kisebb videók vegyék el a partnerséget, mert nekik nincs elég nézettségük, és különben is miért partnerek. Ez ugye azt jelenteni, hogy ha a kisebb videósokat nem nézik, akkor a nagyobb videósokhoz fordulnak, a című történet. Hát ez a terv azért nem lesz egyszerű, főleg Európában, ahol több nyelv van, és egyes videósok, meg hogy a legnagyobb videósok abban az adott országban. Szóval... Uh, ilyen, ilyenek, ilyenek vannak jelen pillanatban a Warframe házatáján. Le a kalappal a Digital Extreme körül, mert igyekszenek minél többet, minél jobbat hozni a közösség szempontjából. egy uh, nagyon jó uh, és erős csapat dolgozik a közösség és a partner formáláson és ezen a szekcióján a Digital Extreme-nek. Uh, nagyon, nagyon jól csinálja a Digital Extreme, hogy rájöttek, hogy ez a kulcs a játék népszerűsítése, ez egy egy kulcs a játék népszerűsítés és népszerűsítéséhez, és az egyik legnagyobb lehetőség, ugye, hogy fenntartsák a népszerűséget. Uh, viszont, hogyha nem tartják kézben, akkor a fejükre fog omlani uh, ez az egész, és félő, hogy még esetleg a nagy videósok is a játék ellen fordulnak, ami... Legyünk őszintén egy-két videós esetében meg is történt, hogy azért komolyabban felszólaltak a játék ellen, és az ellen, amit a Digital Extreme most csinál, és ennek köszönhetően omlik az egész, és követik a többi videósok is ezt az egészet. Szóval ez, ez jelen pillanatban. Ugye, ugye ez, hogy mondjam nektek, hogy ne értsétek félre, amit, amiről most beszéltem, ez egy warframe, hogy is ilyen személyes körében lévő, egy ilyen buborék, egy, 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 egy e dolog, ami, ami előbb-utóbb ki fog pattanni. Értitek? És a, hogyha nem tesznek ellene, hogyha nem próbálják ezt visszakorrigálni, és akkor a újságcímek, meg a gamer újságcímek és a nagy YouTube videósoknak a videócímébe az van, hogy a Warframe elbukott abban, hogy jó, mély benyomást tegyen. Egyre nagyobb a Warframe körül elvárás, és a, a content, amit csinálnak, a körül egyre nagyobb az elvárás, és tudjuk, hogy mi van, hogyha a hype az nagy. Bukás. Mindegy, hogy mennyire jó lesz a Railjack, például, hogyha nagy körülötte a hype, már pedig nagy, de egyelőre csak a Warframe közösség körül nagy a hype. És az a Warframe közösség nagy lett az elmúlt években. Egyre-egyre nagyobb a hype. Ha a Railjack elbukik, akkor a Warframe megszenvedi az első tördöfést a gamer, a gamer világtól, illetve a közösségtől. Szóval a Railjacknek, nyélbe kell ütnie valamit a tenókonnal együtt, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy jé, a Warframe az, az, tovább tudott emelni egy szintet. Szóval meddig fogják tudni folytatni ezt? Ez, ez, ez egy jó kérdés lesz. Srácok, ennyi lett volna. Nagyon köszönöm a videót. Kicsit hosszúra sikeredett. De ez lenne. Klámba lehet csatlakozni, link a videó leírásába, a Discordhoz lehet csatlakozni, link a videó leírásába, a kérdések, kommenteket várom a komment szekcióba, illetve Facebookon, ha úgy tetszik. Nagyon köszönöm a figyelmet, szevasztok!